Jó napot kívánok, sziasztok! Itt vagyunk az M3 Auto Park Home Office stúdiójában, és nagy örömünkre szolgál, hogy le tudtuk szerződtetni az isteni szőke Lolát, hogy bemutatkozásunkban, az autó bemutatásában segítkezzen. Köszönjük szépen neki, nem volt olcsó mulatság, de hát én bevállaltam és gondoltam, hogy sikere lesz. Egy nagyon jó kis autót fogunk együtt vele megmutatni, gyönyörű szép kék szemen, hát tényleg nagyon szép, de az autóval foglalkozunk inkább, amit megnézegettünk veletek együtt, az egy Mitsubishi Lancer, egy 3-as GLI, 94-es darab, friss műszaki van, mint látható, tehát 2 év, 60 lovas az 1.3-as benzinmotor menne, van benne egy pár darab olyan extra, ami érdekes lehet, és egy magyar autó, a magyar nyelvű a kezelési leírása, azaz ugye itthon került legelőször forgalomba az autó 1994-ben. Megdöbbentő például az, hogyha megnézitek a kormányt, akkor egy nagyon jó kis bordás kormányt láttok, ugye hát csak azért is főképpen, mert ugye 138 000 km futású az autó összességében. Hát látszik, hogy ugye a kézifékünk van összességében behúzva, nincs benne fordulatszámérő, de nagyon csendesen, finoman jár a motor, ha rájöttünk a gázról, akkor akár meg is tudjuk hallgatni. Nem fúj ki a kipufogó, csendesen jár benne a moci, ugye is szervó kormányos az autó, könnyen tudjuk tekergetni, állítható magasságú a kormányoszlop, és megvannak a gyári kulcsa, és van benne egy riasztó is az autóban, meg egy indításgátló, ugye nem álltam le, mert két kéz kell hozzá, hogy beindítsuk a kocsit. Nagyon jó kis pontos ötsebességes váltó van benne, nagyon szép kis bőrszoknyája van, egy Clarion rádió a járgányunkban, és ugye kézifékünk be van húzva, ezt láttuk ott előbb. Amit érdemes megnézni, legalábbis megdöbbentő számomra, hogy gyönyörű szép ülése van. Lolácska elhagyta a kis cipőjét. Az ülése olyan, mintha új lenne. Ez azért van, mert egy gyári húzat volt rajta. Amikor megvették, arra rögtön egy méretpontos húzatot húztak rá. És hát ez alatt ez található. Tehát konkrétan mondhatom azt, hogy egy teljesen újszerű, kellemes illat van benne. Nem dohányzós kocsi. Gyönyörű a kárpitja is az autónak, és hogyha megnézegetjük egy kicsit távolabbról, akkor egy ezüst színű ötajtós Lancert nézegetünk, aminek nyitva a csomag tartója, vele is tudunk rögtön nézegetni. Benne vannak ilyen kötelező tartozékok, tehát elődoboz van benne, pótkerék, és az emelő is itt alatta. Meg tudjuk nézegetni, ott mind a kettő, és egy-két dolog itt elakadásra, ez van benne, meg pót, ablaktörlő. Benne van a kalaptartó, és ugye ezt lehet döntögetni, ezeket az üléseket, azaz ugye óriási csomagteret lehet kialakítani azonnal. Már is lecsukjuk. Megnézegetjük ezt a jobb oldalát is az autónak. Nem karistos, nincsen rajta húzás, nyomás, ütés, kopás. A motorháztető pedig ki van nyitva, mert hogy az isteni Lolácska most ki fogja nyitni nekünk, remélem pontosan olyan ügyes, mint Concerto. Sikerült is neki. Itt a 12 szelepes motorunk. Az akkumulátor hibátlan, teljesen könnyedén és jól indítja az autót. Megfelelő olajszintet tapasztaltam, ezt kihúztam a nívópálcát, mielőtt elindultunk, tehát szép tiszta olaj van benne, valószínűleg nem olyan régen cserélhették. Szervosszivattyú itt szalad, könnyebb legyen a kormányzásunk, ugye. Hibátlan teszi a dolgát. Én ezt kicsit becsukom, és akkor megnézegethetjük egy kicsit a szélvédőt is. Abszolút kavicsmentes, nincs rajta repedés, nincs rajta kavicssérülés az autón. A lámpatestei ezek még üvegből vannak. És ha megnézegetjük, akkor ez divat volt annó. Látszik, hogy be van gravírozva minden eleme különben, mármint a lámpatesteknek, illetve be van gravírozva, itt már látjátok ti is, hogy ez egy EKS 062, ugye lekérdezhető, ugye. Látjátok, itt vagyunk home office-ba. Tehát lekérdezhető, tudjátok, az oldalon, ahol ezeket a dolgokat meg lehet nézni, ügyfelkapura fölmentek, és akkor meg tudjátok nézni ugye a múltját az autónak. És akkor még egyszer megnézgetjük ezt a gravírozást is, tehát mindenhol benne van, annó ez divat volt, és ezeket szépen így belegravírozgatták, hogy ha ellopják, akkor könnyebben esetleg megtalálhatóbb lesz, vagy esetleg a darabjait, ha megtaláltak, akkor rajta tudtak ütni a megfelelő horgazdán, aki
szétdarabolta az autót. De hát ez egybe van, ne is daraboljuk össze. Gyertek el hozzánk itt az M3 autópark, mert nem itt vagyunk. Feri Petri és Concerto a telepen vannak, ott dolgozgatnak ők is, mi pedig itt a Lola kolléganőmmel dolgozunk. Érdemes hozzánk benézni, ez a Lancer nem sokára ott lesz, fogunk csinálni egy jó kis tesztkört vele, azt is nézzétek meg velem, tehát egy jó kis tesztvideó is lesz. Elmegyünk kocsikázni a Lola barátnőmmel. A viszontlátásra, sziasztok!